Várja, van valami bemondó? Itt a bömbé. Mi a fejlemény? Na mondd be! Nyomni kell folyamatosan. Savaszt húzod egy pár másodpercig. Folyamatosan fogja. Na szóval, egyelőre úgy tűnik, ez nem jó. De jó. Kapd a mikrofon. Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül megállapodni a végrehajtást kérő a tulajdonos és a bérlők között. A későbbiekben egy albérlet fejében maradhatnak az ingatlanban. Most azt szeretnénk kiharcolni, hogy az albérleti díjat, meg hogy albérlőként fognak lakni, ezt mindenképpen tüntessék föl a megállapodásban. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy marad a család. És a díj az végleges legyen, ne az, hogy 3 hónap múlva emeljék. Nulla forint. Így van, maga a tulajdonos, a jelenlegi tulajdonos, a Csíki úr, az már nagyon sürgeti az ügyet, és azt mondta, hogy mindenképpen haza szeretne menni, már zárjuk le is. Mindenki menjen haza dolgára. Bérleti díj 1 forint. Pontosan. Mindaddig legalább itt tudnak maradni albérletbe, ami a jogi tortúra ugye nem zárul le. Mert itt nagyon fontos, hogy perfejezés van a tulajdoni lapon, ugye. Ennyit szerettem volna, átadom a mikrofont a Bélának, jó? A szerződésben azt kéne megnézni jogilag, hogy határozott idő, vagy a határozatlan idő. Ma határozatlan időt, ez bármikor föl lehet mondani. Tehát nézzétek meg. Egyelőre 30 napon belül állapodnak meg a végleges határozatról, viszont az Zé-Kárpátival most beszéltem, és azt mondta, hogy figyeli. Jó, mert most ez megváltozott. Szóval a rövid lényeg az, hogy időt nyerjünk, ugye az idő az életeknek. Nem csak az életetnek, hanem a családnak egy olyan lehetőséget biztosít, hogy a peres eljárás, amit nagyon régóta folytatnak a bankkal, illetve a végrehajtóval szemben, tudják folytatni. Én azt gondolom, hogy remélhetőleg elégséges lesz ez az idő, hogy egy új szemszögből lássa mind a bíróság, mind a végrehajtó ezt az esetet. A rendőr szakszolat is átvizze a jogi papírokat. Itt a Csirmaja Rendlás éppen mondja, hogy a rendőr szakszervezeteket is értesítették, és elég készségesek voltak a tekintetben, hogy a nőnének a férje, aki meghalt, már nagyon régen, rendőr volt a területben 26 évig. Tehát azért érdekes dolog, hogy itt vannak ezek a rendőrök itt állnak, és meg azt gondolom, hogy hallottak már róla, hiszen 26 évet eltölten a rendőrségnél, az nem egy kis idő. Tehát úgy tudom, hogy valamilyen pozícióban is volt, tehát ismerik őt is. Ennek ellenére képesek részt venni, közreműködni egy ilyen kilakoltatásba, holott a saját kollégájukról van szó, még akkor is, hogyha már nem él. Tehát innentől kezdve nem tudom elrinni, elképzelni, hogy amikor majd egy élő rendőrön lesz majd szó, hogy ki akarják lakoltatni, akkor is ott fognak, vagy éppen valamelyik rendőrnek, akik itt jelen vannak, éppen a testvérét, vagy a kollégáját akarják kilakoltatni, hogy akkor is asszisztálni fognak. Szervusztok! Javaslom a bérleti díj 1 forintba való megállapítását, és én kifizetek 100 évet a hölgynek. Béla, add oda! Újabb 100 évig hadd lehessen az ingatlanba! Tényleg, mennyi lesz a bérleti díj? 100 év bőven elég! 193. Kérdezz meg, hogy az unoka átér ide, mert a...